Landplan Hotel, jövetmenet, nálunk jókat alhat, ehet. Győr közelében a 81-es főút mellett várjuk vendégeinket. A Gyirmód TV videói a Landplan Hotel támogatásával készülnek. Láthatók alapján az egyértelmű volt, ha bár ha eljutsz egy 11-esig, ott bármi megtörténhet, de azt gondolom, hogy 70 percig nagyon uraltuk a játék, hogy sok helyzetünk volt. Viszont mivel szombaton van a mérkőzés, ennek a 120 percnek nem igazán örülök. Most a regeneráción van a hangsúly. Tudjuk, hogy Olország legjobb csapata jön hozzánk, tehát csak a nagy számok törvénye alapján tudunk esetleg pontot vagy pontokat szerezni. Éppen ezt szerettem volna kérdezni, hogy azért nyilván túlóráztatok is, és jön szinte azonnal a következő meccs, ilyenkor mennyire változik meg a felkészülés, mennyire kell kicsit jobban odafigyelni a játékosokra? Hát nagyon oda kell figyelni, tehát csak regenerációról beszélhetünk. Két nap múlva újra meccs, egy nagyon nehéz ellenféllel, de azt gondolom a srácok fel vannak készülve az ilyen menetelésre. És akkor a Fradi pedig jön a hétvégén, ami hát gondolom, hogy kiemelt mérkőzés lehet talán, vagy rosszul látom? Mivel az ellenfeleinket nem tudtuk legyőzni, mondjuk egy Zalaegerszeget, kellene a bravúr is, de azért tisztában vagyunk az ő képességei, milyen kéve is. Azt gondolom, hogy mindent meg fogunk tenni a siker érdekébe, de ez nem biztos, hogy elég lesz egy Fradi ellen. De hát felemelt fejjel szeretnénk azért a pályáról lejönni. Nehéz meccs lesz, tehát nem könnyű ellenfél a Fradi. És akkor mi kell majd ahhoz hétvégén, hogy ebből legyen valami, tehát akár megnehezítsétek, akár egy bravúrt összeszedjetek a Fradi ellen? Hát mondom, a maximális koncentráltság, de az sem biztos, hogy elég, tehát Fradin is sok minden múlik. Tudjuk, hogy nagyon jó csapat, nemzetközi szinten is bizonyítottak, Magyarország egyik legjobb csapat, tehát nincs miről beszélni, de hát nem feltartott kézzel szeretnénk ezt a meccset lejátszani. Összeállításunkat támogatta a Landplan Hotel.